tiszta gáz, de ennek címe még nincs, de majd elmegyek egy címadó kurzusra is egyszer. Jövök. Ez is csak egy állapot. Mondtam zavart, szeretetteljes mosolya. Szép őszi délután volt, zsibbant meleg, halkfüggöny hullámzás. Rajtam rövid nadrág, benned katéter. Anyám ágyad szélénél ült, a kezedet fogta, már hetek, hónapok óta. Én ezúttal sem maradtam többet pár percnél. Ennyit, csak ennyit mondtam, nem tudtam, mi más lehetne még. Megsimogattam arcod, te azt mondtad, puszit ne adjak, nem mintha el lehetne kapni a rákot. Aztán eljöttem ki a kórteremből, hátra se nézve, liftre se várva, le a lépcsőn kettesével. Szabadulni akartam, nem belegondolni, soha visszamenni, mert akkor még nem tudtam, hogy minden vég egy újabb vég kezdete. Hogy aztán ahány év, annyi halott. Először ők, majd ti sorra, egyesével, ugyanabban az épületben, ugyanazon a délutánon vagy egy hasonló. És nekem még mindig nem jutott semmi jobb az eszembe.